Arról, hogy mikor lehet újra színházba menni, nincs élő ember, aki pontos dátumot tudna mondani. Így nincs más lehetősége a színházi világnak, mint a kreativitására támaszkodva újabb és újabb kísérletekbe belefogni. Az online tér pedig megteremti a lehetőséget a kapcsolatra. A Szekszárdi Német Színház advent idején már készített egy összeállítást, melyet így módon adott közde, s a sikerem felbuzdulva most a Valentin napra is kis produkciókat mutatnak be. Az ötlet ez a közösségből jött. Tehát ha nem volt a zsebünkben 34 forgatókönyv, ha esetleg bezárna a színház, de ötletek voltak, csírák, amikre most van idő megcsinálni. És az egyik kolléganőnk, Melissa Herman állt elő ezzel az ötlettel, amit már nagyon régóta dédelgetett, mert vannak dalok és vannak figurák az előadásainkban, amikkel néha ilyen próbaszünetekben eljátszogatunk. És így, hát, mint ilyen, most, mint ahogy van idő otthon, nekem személy szerint olyan dolgokat megcsinál, amit még soha eddig. És itt a színházban is kicsit ki tudjuk próbálni, és egy másik spektrumát tudjuk megmutatni annak, amit csinálunk kedvel. Ezek a figurák, dalok, szövegek alkotják a Valentin napi műsort. Az ünnep megosztó, sokak számára semmit sem jelent, de olyan is van, aki nagyon készül erre a napra. A Valentin nap nagyon későn jött be, és szerintem egy Denver Dino részben volt Valentin nap először, amikor én ezzel találkoztam gyerekként. Úgyhogy nekem mindenképpen ez a tengeren túli világgal függ össze. Viszont a most dramaturg, most művészeti vezetőként dolgozó dramaturg, Franz-Johann Huber olyan szöveget is hozott elő, amiből kitűnik, hogy ez már talán az eredete a homályba vész, de hogy igazából mégiscsak jó, hogyha van egy nap, amikor kifejezetten gondolunk azokra, akik kedvesek nekünk. És ezek között bizony nem csak élők vannak, hanem lehetnek olyanok is, akik már nem élnek. Pont ezt a negédes, számunkra sem teljesen elhatározott, sokízű bombont, ezt most mindannyian bele tudjuk rakni egy díszdobozba. Tehát, hogyha most megnézitek majd ezeket a műsorokat, vagy ezeket a kis sketcheket, ezekben lesz olyan tudásanyag, amit én például személy szerint nem tudtam, amit mondom, ez a Franz-Johann Huber keresett meg és kutatott fel. Illetve hát lesznek olyan blödségek, amik csak viccek. Ez az ötlet, ez tényleg már két évvel ezelőtt is megvolt, de a február általában az olyan próbaidőszak, dömping, hogy sose lett volna időnk rá. Most ilyen úri passzióból most megcsinálhatjuk ezt. Ez egy játék. Játék, hát ugye van ez a mondás, hogyha majd a játék munka lesz, meg a munka játék lesz. Ugye egy kicsit ez munka azért, de játékos abból a szempontból, hogy sokunknak idegen terület azért. Tehát mi színház vagyunk, nem film. És most mégis ebbe így belemossuk magunkat. És hát tavaly tavasszal volt már egy kampány, amiben itt létrejött egy viszonylag összhangzó csapat, alkotó csapat, és a munka így meg van osztva. És hát reméljük, hogy pár mosolyt sikerült csalnunk az emberek arcára, akik megnézik. Mert bár vannak komoly oldala is, azért ahányan részt veszünk a melóban, annyi szint adunk neki, én ezt merem mondani. A Szekszárdi Német Színház Valentin napi filmrészletei az ünnepet megelőző napokban kerülnek föl a világhálóra.